Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket! Itt van körünkben egy számomra nagyon fontos ember, úgy hívják őt, hogy Garadnai Olivér, üdvözöllek Olivér, és mielőtt átadom neki a szót, egy pár dolgot hagyd mondjak már el róla, mert hogy mi több mint egy éve dolgozunk együtt Olivérrel. Nem csak azért fontos személy számomra, mert amúgy egy nagyszerű személyiség, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy senki más nem tudtam volna megkérdezni abban a témában, igazán jobban és hitelesebb szemét nem találtam volna erre, mint Olivér, ugyanis ő eszméletlen ügyes abban, hogy picit a diákokat jobban úgymond az átlagtól jobban kirángassa a mélypontokról, a félelmekből, azaz a motivációs szintjüket úgymond így felnyomja. Úgyhogy ezért szeretnék a mai nap vele beszélgetni. Még annyit kell róla tudni, hogy amúgy több mint 11 éves tapasztalata van neki is a nyelvtanításban, úgyhogy át is adnám neked a szót, Olivér, szeretettel köszöntünk. Egy pár dolgot, hogyha elmondanál a tapasztalataiddal kapcsolatban, a félelmekkel kapcsolatban, amiket az évek alatt láttál a nyelvtanulókon. Rendben, szervusztok, üdvözlök mindenkit, tehát Garadnai Olivér vagyok, és köszönöm szépen Tündinek ezt a rendkívül pozitív bemutatást. Ahogy Tündi is említette, a különböző félelmekről fogunk beszélgetni, arról, hogy milyen akadályokat tapasztalhatunk meg, milyen ütközőkbe, megtorpanásokba szaladhatunk bele, hasonlókat tapasztal mindenki tanulás során, bármilyen témáról is legyen szó, és így vagyunk a nyelvtanulás területén is. És ami a legfontosabb, én azzal kezdenék, hogy a tanulás, legalábbis szerintem én úgy közelítek ehhez a témához, hogy bármi is legyen a célkitűzésünk, bármilyen célból is tanuljuk az adott nyelvet, mindig arra kell koncentrálnunk, hogy ez egy pozitív sikerélményekkel teli folyamat legyen. Tulajdonképpen, hogyha kijelölünk magunk számára egy célt, legyen ez külső vagy akár belső cél, mindig ez lebegjen a szemünk előtt, és szerintem ami nagyon fontos, hogy legyen egy pozitív hozzáállásunk, tehát mindig erre a célra, célkitűzésre, a saját magunk fejlődésére, gazdagodására koncentráljunk, és ez a motiváció szerintem mindig erőt ad arra, hogyha bármilyen nehézséggel találkozunk, akkor kreatívan és pozitívan viszonyuljunk ezekhez a nehézségekhez. És bármilyen akadályra tekinthetünk úgy, mint egy újabb leküzdendő mérföldkőre, amit hogyha leküzdünk, akkor egyrészt nagyon pozitív sikerélményünk lesz, másrészt pedig arra kell mindig gondolnunk, hogyha és erről korábban nagyon sokat beszélgettem már Tündivel, és tanítványokkal is, kollégákkal is, hogy a nyelvtanulásban, vagy akármilyen más ismeret elsajátításában nem csak egy módszer lehetséges. Tehát mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogyha valamilyen nehézségbe ütközünk, vagy úgy érezzük esetleg, hogy a fejlődésünk nem olyan ütemű, mint amilyet mi szeretnénk, vagy amilyet megszoktunk esetleg egy korábbi fázisban, akkor bátran merjünk kísérletezni valamilyen új megközelítéssel, új módszerrel, és ami ezzel kapcsolatban még nagyon fontos, hogy nyugodtan merjünk kérdezni és tanácsot kérni, akár más hallgatóktól, diákoktól, mindenkinek a környezetében számtalan olyan ember van, aki élete során vagy éppen az aktuális pillanatban valamilyen új ismeretet próbál elsajátítani, valahogy tovább képzi magát, és nagyon sok általános vagy univerzális szabály létezik, vagy tanács létezik, amit meghallgathatunk. És tanácsból, alternatív megközelítésből, módszerből sosem lehet elég sok, szerintem. Minél nagyobb repertoárral találkozunk, minél több embernek halljuk például a történetét, hogy ő, az adott személy például, hogy lendült át egy ilyen problémán, annál inkább magabiztossá válunk, hogy egyszerűen csak ki kell próbálni egy másik módszert, vagy ami még szerintem nagyon fontos, hogy érezzük, hogy nem egyedül küzdünk ezekkel a problémákkal. Igen, ez nagyon jó, hogy említetted, elnézést, hogy közben szóltam. Semmi baj. Tehát járnak ugye ugyanabba a cipőben, mint ugye az egyes nyelvtanulók, többek között amúgy például jó magam is, hiszen én például jelenleg is nyelvet tanulok, és bizony ezek a legjobb példák, amikor
bizony kell sokszor látni azt, hogy na, nem csak én szenvedek, hanem ő is, és ez is egy úgymond megnyugtató érzés. Örülök, hogy ezt megemlítetted. És Olivier, engedd meg egy kérdést, hogyha egy picit visszatérünk ide a mentális dolgokhoz. Beszéltél nagyon sok klassz dologról. Ugye a pozitív gondolkodás kapcsán ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy pozitívan kell gondolkodni, meg ugye el kell hesegtessük ezeket a negatív dolgokat. Szerinted, hogy lehet ezt igazán jól kivitelezni? Te mit tapasztaltál az évek alatt? Hogyan tudjuk őket átsegíteni abban, hogy igenis ne pörögjenek a kudarcokon, a nehézségeken, a hibákon, hanem igenis a pozitív sikerélmények felé tudják saját magukat is, úgymond külső behatás nélkül irányítani? Nagyon jó kérdés, nagyon sokrétű lehet itt a válasz. Amit számtalanszor kihangsúlyozunk szerintem mindannyian, és ez több tudományos kutatás is megerősíti például, hogy manapság egy olyan világban élünk szerintem, ahol nagyon nagy negatív jelentőséget tulajdonítanak például a hibáknak, vagy a elvárt sebesség, vagy az elvárt iram el nem érésének. És a nyelvtanulásban nagyon fontos, hogy a hibáinktól ne féljünk, például ne féljünk hibázni, és én nagyon szeretem azt a mondást, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, aki nem próbálkozik meg semmilyen új dologgal, nem hagyja egy kicsit maga mögött a komfortzónáját, úgymond. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ne féljünk a hibáinktól. A másik dolog pedig, ami így eszembe jutott, az az, hogy nagyon tudatosan kell felépítenünk tulajdonképpen egy olyan célrendszert, ami megvan írásban. Tulajdonképpen egy ilyen haladási napló nagyon jó, hogyha mindenkinek van, és tudatosan fejben tartjuk, hogy 2 hónappal, 5 hónappal, vagy akár egy évvel korábban milyen célokat tűztünk ki magunk elé, hol voltunk, milyen szinten voltunk például egy adott időszakkal ezelőtt, és amikor úgy érezzük, hogy valamilyen nehézségünk van, vagy frusztrál minket az, hogy nem haladunk olyan jól, vagy nagyon bonyolultnak érzünk például egy összetettebb témakört, vagy nagyon sok formális, hivatalos szót, ami egy új szókincs területbe tartozik, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljanak bele a hallgatók, diákok, hogy az adott időszakkal korábban az akkor kihívást jelentő dolgok szinte ugyanilyen érzéseket keltettek bennünk. És hogyha visszatekintünk erre az utazásra, amit megtettünk az elmúlt időszakban, akkor szerintem mindenki saját magának tud pozitív visszajelzést, pozitív megerősítést kapni és adni arról, hogy amit annak idején nehéznek, kihívásnak éreztünk, azokat kipipáltuk, elsajátítottuk, magunkévá tettük és magabiztosan használjuk. És hogyha minden aktuális kihívásra így tekintünk, akkor szerintem azt fogjuk látni, és tényleg pontosan vezetjük ezt a naplót, odafigyelünk a saját fejlődésünkre, akkor megerősíthető saját magunkban is az a hozzáállás, az a gondolat, hogy le tudok küzdeni bármit. Nem fog ki rajtam ez a szerkezet, vagy ez a témakör, és minél nagyobb a kihívás, minél inkább bonyolult első ránézésre mondjuk egy témakör, vagy egy szerkezet. Vagy annál egy élethelyzet. Vagy egy élethelyzet, így van. Annál nagyobb pozitív sikerélményt fog adni nekünk, amikor megbirkózunk vele. Igen, és ez adja majd meg szerintem a flót, igen, hogy beinduljon az áramlás. Így van. Ez nagyon jó ötlet, ez a sikernapló, illetve haladási napló, és akkor mindenkit biztatnánk is erre, hogy kezdjétek el ezt vezetni. Ez nem nagy kunc, tehát tényleg nem annyira bonyolult, tényleg csak el kell kezdeni, és ugye minden csak az első lépéssel kezdődik el, úgyhogy az a legnehezebb átlagban. Említetted azt, Olivier, hogy ugye a félelmeket el kell engedni, el kell űzni. Én biztos vagyok benne, hogy sokan, akik nézik ezt a videót, szembesültek már azzal, hogy féltek megszólalni mások előtt, féltek az elvárásoktól, elsősorban másoknak való megfeleléstől, vagy e véget.
Ugye könnyű ezt mondani, hogy küldjük el, vagy hesegtessük el a félelmeket. Van, akinek tényleg így megy ez, és bedobja magát a mélyvízbe, de nagyon sokaknak viszont ez tényleg igazán nagy kihívást jelent. Mit üzennél nekik? Milyen technikát próbáljanak meg arra, hogy igenis átlendüljenek, mert ez is egy iszonyat nagy mélypontja, úgymond a siker felé vezető útnak. Így van. A legfontosabb, ezt is egyébként egy TED.com honlapon található videóban van egy fantasztikus előadás, aminek az egyik legfontosabb üzenete az, hogy bármilyen nagy megmérettetésre készülünk, mint például teljesen vadidegen emberekkel, vagy komoly, fontos, nagy jelentőségű helyzetben kell megfelelnünk, állnunk a sarat egy idegen nyelvet használva, ezekre nem az a jó felkészülési mód, hogy belecsöppenünk, szinte saját magunkat dobjuk egyből a mély vízbe. Hanem a legfontosabb az az, hogy úgynevezett kockázatmentes, vagy alacsony kockázatú helyzeteket, szituációkat keressünk, amik nagyban hasonlítanak ezekhez a próbatételekhez, de hogyha esetleg hibázunk, akkor a hibáinknak nincs katasztrofális következménye, vagy nem függ tőle például valamilyen üzleti tárgyalás sikere, vagy igen, például ne a nyelvvizsgán találkozzunk először ugye azzal, hogy egy... Meg kell szólalni. Így van, hogy meg kell szólalni, vagy esetleg interjún, egy... ugye? Vagy interjún, így van. És erre nagyon sok lehetőségünk van, erre nagyon jó lehetőséged ad például az internet, és nagyon sok helyről hallottam például azt, hogy tanulók esetében akár a családban is van olyan családtag, aki esetleg beszéli az adott nyelvet, vagy szintén tanulja az adott nyelvet, és mindenkit arra szoktam biztatni, hogy ebben a kockázatmentes környezetben ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy beszélgethetünk hozzánk közel álló családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, és ez fogja adni számunkra azt az önbizalmat, ami által megálljuk a helyünket akkor is, hogyha ezek a személyek például nem barátok, nem családtagok, hanem teszem azt olyan emberek, akikkel akkor találkozunk először, mint egy nyelvvizsga, vagy egy üzleti tárgyalás. És nagyon fontos szerintem az is, hogy itt az angolrahangolva.com keretében is lehetőséget teremtünk erre. Egyrészt ugye, hogy nagyon baráti, felszabadult légkör jön létre köztünk, és a hallgatók, tanulók között. Másrészt pedig a csoportos órák keretében is nagyon gyorsan az a tapasztalatom, hogy teljesen ismeretlen emberek, ugye sosem találkoztak korábban, és nagyon rövid idő alatt feloldódnak az esetek írtó nagy százalékában, és látják megint csak azt, hogy mindenki számára nehéz ez a megmérettetés. Mindenki úgy érzi, hogy lassan jönnek a kifejezések, vagy keresni kell a szavakat, vagy nem elégedettek például a saját kiejtésükkel. De vagy fejlődésükkel, de amikor egy ilyen tanulási szituációban ugye több ember vesz részt, akkor nagyon nagy lökést jelenthet az, hogy látjuk, hogy tényleg ez másnak is nehéz. Szerintem nincs olyan ember, aki bármilyen tanulási helyzetben egy frissen elsajátított ismeretanyagot egyből a mély vízben, kockázatos körülmények között szeretne kipróbálni, tesztelni. Bizony. Úgyhogy ez a három legfontosabb dolog szerintem, ahol ezeket kockázatmentes, vagy alacsony kockázatú, úgymond környezetben tudjuk bátran gyakorolni, ahol a hibáinknak nincs tulajdonképpen következménye, és ezáltal szabadulhatunk meg a stressz nagyon nagy részétől szerintem. Nem izgulunk amiatt, hogy mi történik, hogyha vétek esetleg egy kis hibát, vagy nem jut eszembe egy adott kifejezés. Így van. Úgyhogy mindenkit arra biztatnánk, hogy igenis ki kell használni a körülöttünk lévő lehetőségeket, mint amiről ugye Olivier is beszélt, legyen az akár a család, vagy akár egy nyelvi környezet, ha ott élünk. Ugye itt említette Olivier, hogy nálunk is jelenleg is futnak ilyen beszédfejlesztő kiscsoportos online tanfolyamok, ezek amúgy minden évben vannak, több ilyen is. És akkor egy dologra reflektálnék csak így zárásként a félelmek kapcsán, ugye a félelmek paradoxonjáról. Valójában gondoljatok mindig arra, hogy ez egy teljes paradoxon, mert hogyha úgy állsz hozzá, hogy nem szólalok meg addig, amíg nem tudok tökéletesen angolul.
De valójában, ahogy mondta Oliver is, ez egy utazás, az út alatt fogsz megtanulni, tehát kvázi el kell kezdeni hibázni, el kell kezdeni használni a nyelvet, és az csak is hibákon keresztül átvezet ugye a tökéletességig, már ha létezik tökéletessége. És a másik érdekes dolog pedig, hogy gondoljunk arra, hogy amikor egy kisgyermek meg akar tanulni járni, ő sem úgy áll hozzá, hogy csak akkor kezdek el járni, ha már tökéletesen tudok, hanem mit csinál a kisgyermek? Feláll, elesik, feláll, elesik, feláll, elesik, feláll, elesik, ezt megcsinálja 100-szor, tehát nála a bukdácsolás lesz, hogy egy másik párhuzamot használjak ehhez, a hibázási folyamat. Tehát nincsen hiba mentes, tökéletes angol, ez az út része. És ezzel szeretnénk akkor titeket az utatokra engedni, menjetek és használjátok ki az internet lehetőségét, és nagyon reméljük, hogy tudtunk egy kis pluszt adni Olivierrel erre az útra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Olivier, ezt a nagyon kellemes és motiváló beszélgetést. Engem minden esetre feldobtál, és mit is kívánhatnánk más nektek, mint magabiztos nyelvhasználatot. Hajrá mindenki! Sziasztok!